Az ukrán-szlovák határon keresztül 24 óra alatt mintegy 900 személy érkezett Ukrajnába. Fedorov Alesja, a munkácsi határőrség szóvívőjének elmondása szerint a szombati napon az ukrán-román határ 15.371 személy lépte át. Az ukrán-magyar határon keresztül közel 2600 személy érkezett Ukrajnába az elmúlt 24 órában, és 1578-an hagyták el az országot. Ezen kívül 53 teherautó hajtott be az országba, 182 pedig távozott. Az ukrán-szlovák határon keresztül 24 óra alatt mintegy 900 személy érkezett az országba, a többségük ukrán állampolgár. Erről a közmédiának Tracsuk Olena, a csapi határőrség szóvivője számolt be. Elmondása szerint a beutazók egyikénél sem mértek magasabb testhőmérsékletet. Kárpátalja egyik határátkelőhelyén sem alakult ki torlódás. A kiutazó 206 személy többsége szlovák állampolgár, akik a lakóhelyükre térnek vissza, valamint honfitársaink, akik ideiglenesen vagy állandó jelleggel Szlovákia területén élnek. A teherautók előtt sem zárták le a határt. 80 kamiont készítettek elő az országba való belépéshez, a kiutazásra pedig 300-at.